A ceglédi legfrissebb adatok szerint 113 fő van járványügyi zárlat alatt, igazolt beteggel találkozott. 100 fő van járványügyi elkülönítés alatt, igazolt beteg otthonában. Az elmúlt 24 órában 3928 fővel nőtt a koronavírusos esetek száma Magyarországon, 84-en pedig elhunytak. Az életkorukat tekintve 49-93 év közötti személyek voltak, legtöbbüknek valamilyen krónikus betegségük is volt. A járvány kezdete óta az elhunytak mindössze 6%-ának nem volt semmilyen ismert alapbetegsége. Jelenleg 378-an vannak lélegeztetőgépen, azzal is számolni kell, hogy a kórházban az ápolási idő több hetet vesz igénybe egy betegnél, erre pedig fel kell készülni, hangsúlyozta Müller Cecília. Az összekészített kórházi csomagnak tartalmaznia kell a fontos igazolványokat, leleteket, de érdemes listát készíteni a rendszeresen szedett gyógyszerekről is. Amennyiben valaki gyógyszert víz be magával, arról mindenképp tájékoztatnia kell az orvost, hiszen csak az ő jóváhagyásával szedheti be őket, mondták a sajtótájékoztatón. De fontos, hogy meglegyen a legközelebbi hozzátartozó telefonszáma is. A maszkot pedig már a kórházba érkezéskor kötelező felvenni. Az egészségügyi intézményekben nem megoldható a textilmaszkok tisztítása. A cél az, hogy a külföldről vásárolt vakcinákhoz Magyarországon minél hamarabb hozzáférjenek az emberek. A kormány több vakcinafejlesztővel is kapcsolatban áll, mondta Müller Cecília. A vakcina beadatása nem lesz kötelező. Azok, akik az élvonalban dolgoznak, első körben kapják meg a lehetőséget a vakcina beadására. A krónikus betegek, idősek is az elsők között lesznek.